17. alkalom alatt állt a Fejér megyei Prima díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Fejérvár megyei szervezete. Az elismeréseket minden évben olyan személyek és intézmények vehetik át, akik saját területükön kiemelkedőt alkottak, teljesítményükkel példát mutattak. A gálának idén is a Merkur Hotel Magyar Király adott otthont, ahol a díjak átadásán túl fellépett Zsikó Zsuzsanna énekművész, az Agyva Banda, a Discover Band, valamint Vastag Tamás és Janicsák Veca fonogramdíjas énekesek. A műsor kezdetén a rendezvényen megemlékeztek a díj alapítójáról, a VOSZ örökös elnökéről, Demián Sándorról. Azt látom, a kiválóságok hatékony döntéseket hoznak, és megfelelő lépéseket módszeresen és helyes sorrendben teszik meg. Ez közös nevező a sportban, tudományban, művészetben és a vállalkozásban egyaránt. A mai csalfa válságos világban eredményesen működni, mindent és mindenki tisztességesen kifizetni, felér a művészettel, a zsenialitással. Na, ilyenek a mesterek díjazottjai. Ők nagy szorgalommal, kitartóan és alázattal végzik munkájukat, ami meghozza az eredményt. Ők érzik és tudják, Orbán Viktor szavaival élve, hogy a világon csak egy hely van, ami megelőzi az eredményt. Az a szolták. Ők érzik és tudják, hogy a jó munkának éltető, közösségformáló ereje van, mert a jó eredmények erőt és bátorságot adnak, hogy a sikeres életre vállalkozni megéri. A mai napért ebben az évben is sokat tettünk, pedig a piacgazdaság sokszor illúzióban, megtévesztésben tart bennünket. A megtévesztés pedig a legnagyobb fenyegetés az emberiségnek, mert bizonytalanná teszi a létünk szerkezetét. De ne dőljünk be, mi itt vagyunk, és nem ott. Higgyük el, az üzlet is lehet tisztességes. A kormányok is alig tudta az inflációt 30%-ról 10% alá leszorítani. Mégis úgy érezzük, hogy a rosszból még a kevés is sok. Hallgassunk a józan eszünkre, mert azt tudja, mi a jó, ismeri a szólásmondást. Az élettől vedd el, amit akarsz, de fizess meg az árát. Elmondhatjuk, itt valamennyi hétköznapi hősök vagyunk, mert mi nem félünk és nem adjuk fel, akkor sem, ha meg kell fizetni az árát. Nagyon fontos, hogy jól gazdálkodjunk, ne pazaroljunk, mert amit nem pazarolunk el, azt nem kell megfizetni. Érdemes változtatni, fejleszteni, a holnapra félretenni a valakinek, hogy a jobb jövőt biztosítjuk magunknak, illetve utódainknak. Legyünk megbízható, őszinte és nagylelkűek, mert ne felejtsük, a teremtő nagy rendező. Ami a sikeres emberekben még közös, hogy ők szeretnek alkotni, keresik a hatékony, a helyes megoldást, amiért meghozzák az áldozatot. Tudják, ki kicsoda és miért. A tudásukat a többiekkel való együttműködéssel szerezték, mert tudják, hogy hosszú az út, a ma erőfeszítése és a holnap minősége között. Mint például a Fejér vármegyei születésű, idején Nobel-díjasa Krausz Ferenc. Tehát azt látom, a kiválóság megtanulható, de annak maradni különleges tehetségre van szükség. Ahhoz egy egész életre tanulni kell. A nagybetűs vállalkozók, mint Demián Sándor tudják, nekik a zsigereiben van, hogy mit kell tenni a jövőért, hogy a fejlődés és a jókedv velünk maradjon, mindig meglegyen. Az általa megálmodott Széchenyi program 21 éve a szövetség sikertörténete. A több mint 7000 milliárd forint támogatott hitel szinte verhetetlen. Az biztos, most nagyon kell a friss erő, a fejlesztés, egymás tanítása és támogatása, mondhatnám, szeressük egymást, gyerekek, mert minden percét kár. Csak a szeretet tesz bennünket új fejlődési pályára úgy, mint a nap, a tavaszt. Ez a gála az egyik legnagyobb társadalmi összefogás. A Prima díjat eddig 48-an vehetnék át Fejérvár megyében. Hálásan köszönjük a támogatóknak, az ünnepelteknek, amit értünk tettek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma este ünnepeljük meg egymást, mert megérdemeljük. A 17. Fejérvár megyei Prima Gálát ezennel megnyitom. Lenner Zsolt alpolgármester köszöntő gondolataiban elmondta, megvan az ideje a munkának és annak is, hogy megálljunk egy pillanatra számot vetni a mögöttünk álló időszakról. A városvezető a kis- és középvállalkozások fontosságát kiemelve hangsúlyozta, a vállalkozások munkahelyeket biztosítanak, beruházásaikkal egyre több családnak adnak megélhetést, és emellett a befizetett utarőzési adó lehetővé teszi, hogy a város folyamatosan fejlődhessen infrastruktúrában, sportban, kultúrában és az oktatás területén is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat és dr. Cserpapolcs András polgármester nevében is itt a Hotel Merkur Magyar Király báltermében a 2023-as gála esten. Köszönöm a szervezőknek, hogy ezt a példaértékű kezdeményezést Fejér vármegyében is továbbviszik, és csodálatos teljesítményeket ismerhetünk el, mind az év vállalkozója, mind pedig a Prima díjak átadásával. Nagyon örülök, hogy saját eszközeinkkel ehhez a város önkormányzata is hozzá tudott járulni. Mert hogy ideje van a munkának, és ideje van annak is, hogy megálljunk egy pillanatra, és számot vessünk a mögöttünk álló időszakról. Hogy elismerjük a kiemelkedő teljesítményeket, hogy példát állítva mindenki elé tudjuk folytatni a közös jövőnket. A kis és középvállalkozások mindennapjai a közösségről szólnak. Munkahelyeket biztosítanak, beruházásaikkal egyre több családnak adnak lehetőséget, vagy éppen megtartó erőt, hogy az egzisztenciális biztonságukról gondoskodni tudjanak Székesfehérváron. Köszönet illeti Önöket is a befizetett iparűzési adóért is, amely lehetővé teszi, hogy ez a város folyamatosan fejlődhessen, infrastruktúrálisan, sport, kulturális, oktatási területen is. Nagyon nehéz éveket éltünk meg mindannyian, és előre nem lehetett látni sem a Covidot, sem az energiaárobbanást. Mégis itt vagyunk ma, és minden nehézség ellenére tervezzük a jövőt. Közösen, és mindenki kiveszi a részét ebből. Önkormányzatunk most éppen azzal, hogy a decemberi közgyűlésen szerencsére nem adómérték emeléséről, hanem ellenkezőleg adó csökkentésről fogunk tudni tárgyalni. Januártól az építmény adót csökkentjük, ami a vállalkozások többségének könnyebbséget jelent majd. Az előterjesztés tervezetét a VOSZ megyei elnökségének már átküldte az adóiroda. Őszintén hiszem, hogy hasznos és jó célokat szolgálnak majd azok a források, amelyek így Székesfehérváron működő cégeknél maradnak. Beszédem vége felé pedig Demján Sándort idézném. A vállalkozás minden nap mérkőzés, a vállalkozó minden nap kockázat, minden nap bukhat vagy előreléphet. Az ország, a társadalom felemelkedése anyagi alapunkon nyugszik, ennek megteremtésében kulcs szerepet játszanak a vállalkozások. Büszke vagyok a magyar kultúrára is, amelytől sokat kaptam jellemem formálásához, és örülök annak, hogy a Prima Primissimán keresztül fel tudtam hívni a figyelmet a magyar példaképekre. Saját gondolataimmal folytatva, fontos, hogy mintákat és még inkább követendő példákat találjunk és mutassunk be. Ebben is segítségre lehet az év vállalkozója és az év Fejér megyei Prima díja is. A gálán fődíjat vehetett át 1 millió forint értékben a magyar sport kategóriában Szoboszlai Dominika Liverpool középpályása, akinek nevében édesapja Szoboszlai Zsolt vette át a díjat. Szintén fődíjban részesült a magyar építészet kategóriában Tibor Dávid, a Masterplus elnök vezérigazgatója, illetve fődíjat nyerte a magyar népművészet és közművelődés kategóriában Zsikó Zsuzsanna énekművész népdal énekes. Külön díjas lett Márfi Gabriel festőművész, a magyar képző és iparművészet kategória jelöltje, míg Hagymási László nőgyógyász, a Szent György Egyetemi Oktatókórház főorvosa a közönségdíjat vehette át. Sándor gyerekkorától kezdve már saját vállalkozással foglalkozott, gondolkozott, vállalkozások voltak számára a legfontosabbak, mint fejlesztési lehetőség. A gazdaság, az élet bármely területéről lévén szó,
és hogy ezt amikor eldöntötte, hogy díjazni kell a vállalkozókat, és segíteni a munkájukat, ez számára nagyon fontos feladat volt, és egy nagy öröm volt, amikor ezt sikerült megvalósítania. De korán valóban, hát ugye nagyon szegény körülmények között nőtt fel, ez mindenki tudja róla, úgyhogy ő már iskolás korában nyulakat tenyésztett, meg a egyek közeli tóban halászgatott, horgázgatott, és a fogott halakat, meg nyulakat eladta az iskolatársainak, úgyhogy ez a vállalkozás és ez a szellem gyerekkorából, ez genetikailag a vérében van. Fejér megye Jószerivel az otthona volt, hiszen Bicske után Sárszentmihályon is megalapította a Sárétvidék áfészből a Górzium áfészt, és az csoda pillanat volt, hiszen utána jött a fellendülés Budapesten, Székesfehérváron és mindenütt. Ön miként emlékezik erre az időszakra? Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős időszak volt az életünkben. Egyrészt azért, mert leköltöztünk Székesfehérvárra, Sándor már korábban eldolgozott a Sárétvidéke áfészen, amikor kinevez ugye először Gárdonyi áfész volt, aztán Bicskei áfész, onnan rögtön felismerte a SZÖVOSZ, a Szövetkezetek Országos Szövetsége Sándor zsenialitását, és akkor kinevezték a Sárrétvidéki áfészhez, amit Sándor azonnal átnevezett Górzium áfésznek, mert mindene volt a történelemben a Római Birodalom, de egész életében a Római Birodalommal foglalkozott, és azt mondta, hogy egy Római Birodalom mellett, a Górzium ásatásai mellett nem lehet Sárrétről beszélni, úgyhogy azonnal átnevezte Górziumnak, és alapított egy zenekart, a Górzium zenekart, és a fiatal zenészeknek, így Pajzer György vezetésével végig kellett járni a terület összes kocsmáit és esti mulatóhelyeit, amik voltak, hogy megismertessék a lakossággal, hogy ezentúl Sárrétvidéken helyett Górzium áfész. Ezen kívül nagyon fontos volt az én számomra, hogy akkor alakult Székesfehérváron és Fehér megyében a KOP Turiszt utazási iroda, aminek én a vezetője voltam itt évekig, ugye együtt kezdtünk Sándorral a kereskedelmi gazdasági és vendéglátóipari szakiskolát, akkor úgy hívták, hogy kereskedelmi vendéglátóipari és idegenforgalmi szakiskola, ami ma a Budapesti Gazdasági Egyetem, és Sándor kereskedelmi vonalon dolgozott, én a turizmusban dolgoztam egész életemben. Miként emlékezik a budapesti szárnyalásra, hiszen a semmiből egy új világot teremtettek? Igen, hát ez így volt. Amikor felkérték a budapesti skála létrehozására, akkor, vagy valószínűleg ez az ő gondolata volt, és jelezte a szövetkezet felé, hogy meg kell alapítani egy bevásárlóközpontot, ami egyedülálló volt. Itt a Magyarországon nem volt, környező országokban sem valószínű, hogy volt, biztos, hogy nem volt, és nagyon szeretett új feladatok elé nézni, fáradhatatlanul dolgozott. Az első pár év, amikor a skála megalakítása történt, az néhány évig tartott, és egy nagyon nagy esemény volt Sándor életében, mint minden új, amivel elkezdett foglalkozni, és zsenialitása tényleg minden gondolatában tükröződött vissza. Az ünnepség keretében adták át az idei év vállalkozó díjakat is, amelyet ebben az esztendőben Ács Balázs, Kró Iván, Kardas Beáta, Barda Gábor és Bezák Péter érdemelt ki.